Hát amíg Istvánék elmondnak, én nem készültem ilyen hosszú beszéddel. Úgyhogy megvárjuk, amíg szerintem ők jönnek, és utána körülbelül 2 percben el tudom mondani a véleményemet. Nem akarunk bemenni a rablóképbe. Itt nem megyünk egy kicsit közelebb, nézzük meg, mi történik. A milyen kis, de amíg ők olyan Nem szeretnénk bemenni. Nem szeretnénk bemenni, így szeretnénk átadni. Bemegyünk mindannyian. Nem mennek ki ilyen a nép közé, a nép szemébe nézni, vagy mi van? Olyan rendőri védelem van, hogy megmozdulni. Félek kijönni. Akinek nincs a hátam mögött semmi, az nem fél. Szóval ott tartunk, hogy a bírósági végrehajtói kamara kijelölt személye, aki a petíció átvételére jogosult lenne, nem mer kijönni ide a nép közé. Tehát ismét feltételeznünk kell, hogy valami nagyon nem stimmel ott belül a fejekben, és tovább akarják folytatni a nép kirablását. Nem mernek szembenézni velünk, pedig csak egy sima petíció átadásról van szó, olyan rendőrségi védelem keretén belül, hogy még nézni se tudunk rájuk rosszul, nem, hogy valami bármit elkövetnénk. És azt jelzem most, akár kamerába is, hogyha ne adj Isten egyszer arra kerül a sor, hogy ezeket az embereket fizikailag is meg akarjuk büntetni, akkor nem fogjuk bejelenteni. Nem fogjuk megadni azt a lehetőséget, hogy a rendőrség vagy bárki meg tudja őket védeni a megérdemelt fizikai büntetés alól. Itt még nem tartunk, de ha bekövetkezik, akkor ezt biztos, hogy nem fogjuk előre bejelenteni. Most akkor átveszik a petíciót itt a kamerák előtt, vagy nem, vagy mi fog történni. Akkor bemegyünk úgy, hogy jöjjön velünk egy sajtós. Hogy két fő plusz egy kamera. Jó, jó. Két fő és egy kamera. Köszöntjük a Milánovistán kis egyesületet is. Jó, és akkor menjünk. Jó. Kettő fő, egy kamera. Kettő fő, egy kamera. Jó napot kívánok! Erről még talán hivatalos elfoglaltság, amiatt nem tudok jelenlenni. Vigyünk csak egy kipasztítva, nagyon veszélyes. Csak innen. Vezetés alatt működő álló bírósági végrehajtó bánják az embereket, ami ma már tűnhetetlen. Több mint 10 000 családoknak köszönhető kameráját, és a dolgozók segítségével. Ma már földbiztosan jogtalanul lakásukban, több mint 4 000 embereket tartanak már nyilván a rendszerekből. Akkor,
amiben most már évek óta tudják, hogy valami nem stimmel, ha valami nem stimmel, akkor erkölcsi alapvetően támogatom, és ha jogásznak mondom magam, akkor jogi alapon megkeresem annak a lehetőségét, hogy a szerencsétlen állampolgár az én jogi tudásommal meg tudjon védeni. Mi úgy tapasztaljuk, hogy a bírósági kamara és a hozzájuk tartozó senki más végrehajtó, tisztelet a kivételnek, egyetértőkből is ismerünk, nem ezt teszik, hanem saját érdekükből, profit érdekeltségből, mindegy, hogy mi lesz, azt a családok nem van, hogy is világos. Ezzel nem tiltakozunk, és mindenképpen, ha ez a folyamat nem áll meg, ki fogjuk mindent ide az uniós területre, ami nem nagyon szeretné, mert hogy egy olyan ügy, ami lejárása tegyük, hogy a közösségszolgálat, Thank you.
azonnal
tehát a parasztal, vagy a Bocsánat, kérdje, hogy a